Jó napot kívánok! Áradt a víz, legalább 60 centit. Ilyenkor az az igazság, hogy mikor ilyen jégesős időszak van, meg ott mozdult a kis hal, meg záporos időszak, mindig szoktam figyelni az öregeket, ugye itt egy idősebb horgász, hogy elmegye horgászni, mert a tapasztalat az ebben az esetben megfizethetetlen, hogy ő már tudja, szinte érzi, hogy mikor szabad elmenni és mikor nem. Na most megnéztem az internetet, és egy óra fele jégesőt mond, meg záporokat. Na most a Tiszán nagyon veszélyes elmenni egyedül horgászni, jégesőbe meg főleg, majd a csónakból kiszedem a vizet, és tehát hogyha úgy alakul a helyzet, egyedül ne keljetek útra, mert hamar megvan a baj. Inkább ketten, egyedül nem szabad elmenni. Azért lejöttem, csinálok egy videót, jók a fényviszonyok, és szombaton jön tesóm, hát hogyha lendületet hoz ebbe az egészbe, és akkor szombaton elmegyünk horgászni, hát hogyha addigra már nem lesz ez a változékony és veszélyes időszak. A lényeg az, hogy árat vagy hát legalább 40 centit, de a víz tisztasága nem változott. Hát az az igazság, hogy áradó víznél ugye a ragadozót kellene próbálni, kis hallal vagy halszelettel. Tehát nem feltétlenül a pontyot. Nem mindig mozdítja meg a halat a lehűlés. Ugye folyamatos hűlő vízbe esetleg a halak bioritmusa is lelassul, és nem mindig mozdul meg a hal. Süllőzni kéne, harcsázni, tehát nincs csalim, csak pontyos csalim van, úgyhogy ezért ez a videó. Hát ráadásul meg kettőre mondja az ivatar, tehát most van 11 óra, 3 óra hosszára elmennék, utána szétverne az eső. Tehát egy horgászat az legalább 4-5 óra hossza, de gondoltam, csinálok egy videót, legalább a kérészes partról vagy valami. Tehát tegnap éjjel olyan villámlás volt, meg olyan hanghatás, mintha lőttek volna. Nem tudom, hogy itt keleten működik-e a jégelhárító rendszer, de teljesen olyan volt, mintha lőttek volna, hallottam az ágyból. Hát meg is ijedtem, mondom, ez nem is dörgés, hanem lövés. Úgyhogy lehet, hogy működik a jégelhárító rendszer, mert mára is mond jégesőt is, ott látszik a hínár. Még azt nem mondtam el a múltkori rövid videóba, hogy amurhorgászat szempontjából nem feltétlenül káros a hínár, mert az amúr megszereti. Kolléga kettővel odébb, kettő darab 7 kilós amúrt fogott, tehát az azt jelenti, hogy nem ilyen 20 kilósat, hanem 7 kilósat, az olyan 2-3-4 éves, tehát van amúr szaporulat a Tiszába, úgyhogy 10 percen belül kettőt fogott. Úgyhogy ez a helyzet a Tiszán. Hát nem merek elmenni, majd a csónakból szedem ki a vizet, már szák oda van készítve, hogy majd indulok, de nem merek elmenni. Úgyhogy ezért készül ez a videó. De azért gondoltam, hogy mutatok egy kis Tiszát, mert hogyha esik az eső, akkor meg mindenki be van szorulva otthon a szobába. Úgyhogy egyetlen egy haszna van az áradásnak, az apadáshoz képest, hogy legalább nincs sár a parton. Szépen le lehet ülni. Ilyen helyen is. Hát illetve a többi helyen is, hogy ugye, hogyha apad a víz, akkor aztán lehet dagonyázni a sárba. Tehát ez az egyetlen haszna az áradásnak, illetve az, hogy esetleg a süllő megmozdul. Hát most azért is jöttem le, hogy esetleg ragadozó mocorog-e, mert itt a szélén azért vannak kis halak, itt el tudnak bújni a hínárba, mert lentebb is van hínár, és hogyha lett volna mozdulás, akkor esetleg megpróbáltam volna a süllőt. Hát még egy perc sem múlott el, hogy esetleg giliszta csokorral nem-e megpróbálom itt a csónakból a kecsegét, mert ugye itt a kérészes part, itt tartózkodnak a kecsegék is.
régen azért egy, hát nem akarok nagy számot mondani, de olyan 10 000 kecsege körül fogtam gyerekkorom óta, ugye mi már itt azért 6-7 évesen NDK Germina úttörőbottal már horgászgattunk, úgyhogy az az 1.80-as, nem tudom ki emlékszik rá, teljesen műanyagnyelű Germina bottal érzékeny volt, kecsegésztünk már gyerekkorunkban is, itt a Stégnél. Hát számokat nem mondok, hogy hányat fogtunk, akkor még volt kecsege, maradjunk ennyibe, bőven. Most is van, csak inkább nagyobbak. Ugye ez a rész híres a kecsege állományáról. Úgyhogy már a kollega szedi ki a vizet, majd én is azt csinálom mindjárt. Ez a rész híres a kecsege állományáról, úgyhogy lehetett fogni bőven. Kecsegét úgy készítettük el, hogy rácosan, lecsósan és krumplival, mint a rakott krumplit, csak nem kolbász került bele, hanem kecsege, szépen be volt fedve a hal, úgyhogy szépen be volt fedve a hal, krumpli, hagyma, paradicsom, paprika, és tepsibe csinálta nagymamám, hát isteni finom. Akkor volt még egy módszer, hogy egy napra fokhagymás tejbe be volt áztatva a kecsege, és ugye a tej felületén, mint a húsleves, a fokhagyma kioldott egy kicsit a kecsege zsírját, és mint a húsleves, ilyen sárga karikák voltak rajta, tehát teljesen beitta a fokhagymás ízt, hát isteni rántva. Persze nem mostanában volt ez, hanem még a kérészes időkben, tehát akkor még lehetett szedni kérészt. Na ez a helyzet a Tiszán, hát halmozgás az nincs. Már egy rablást valahol hallanom kellett volna, vagy látnom. De nem mocoroga. Se a balin, se a süllő. Úgyhogy ez a helyzet. De azért lehet, hogy megpróbáljuk itt a csónak végéből így 45 fokba dobálva, megkeresve a patkát. Mert ott is kérészes part, hát ugye ismerjük, itt vagyunk már 40 éve. Tehát nem a 40 éves tapasztalat beszél kecsegézés szempontjából belőlem, nem a... Nem csak úgy beszélek. De azért nagyon sokan szeretnek csak kinézni is a Tiszára, mi a helyzet. Úgyhogy ezért is készül a videó. Szerencsére kezdődik az iskola, úgyhogy motorcsónakok nem lesznek. Hát itt egyik a másikát érte, tehát itt hétvégén nem lehetett egy normális pecát csinálni. Öjv! Nem tudom, mennyire hallatszik bele. Na mindegy, szóval nem lehetett itt a motorcsónakoktól horgászni, hát majd most indul az igazi szezon. Meleg még a víz. Ha esetleg valaki bajba keveredik, záporba, vagy jégesőbe, legjobban akkor jár, hogyha kiköti a csónakot és beül nyakig a vízbe. Tehát nem szabad így fa alá behúzódni, mert lehozza a villámot. Nyakig beül a vízbe, ott tudott. Na erre vártunk, hogy valami halmozdulás legyen. De nyakig beül a vízbe, nem fázik meg, mert ilyenkor azért a jégeső is hideg, ott is mozdult, jégeső is hideg tud lenni, meg a eső is. Legjobban akkor jár, hogyha a 26-25 fokos vízbe beül nyakig, és nem fázik meg. És utána, amikor vége az esőnek, akkor indul haza. Ezt se én találtam ki, hanem idősebb horgász. Ha nagy eső van, beül nyakig a vízbe.